Ezek a képek Dunaföldváron készültek augusztus 24-én. A bátaszéki autópálya alosztály munkatársai ellenőriztek egy cseh forgalmú rendszámú autót, amiben illegális bevándorlók ültek. A külföldiek személyazonosságukat, illetve magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hiteldéremlően igazolni nem tudták. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a járművet egy ukrán állampolgár vezeti, és a járműben helyet foglal 9 magát szír állampolgárnak valló személy. A kollégáim a személyeket elfogták és előállították. Egy napra rá szintén Dunaföldvárnál az M6-os autópálya pihenőjében igazoltattak egy szintén cseh rendszámú autó 23 éves vezetőjét. A járművet egy ukrán állampolgárságú nő vezette, aki őt magukat kurd állampolgárnak valló szemét szállított, azonban ők sem tudták igazolni magukat. A rendőrök a sofőrt, valamint az utasokat elfogták és előállították. A Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán mindkét szemét gyanúsítottként hallgatták ki embercsempészés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mindkét szemét őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Az embercsempészek tettükért akár 15 év börtönt is kaphatnak.